mi európaiak ebből a szempontból, és főleg nyugat-európaiak, de általában az európaiakra elmondható, hogy ilyen értelemben kicsit magas lovon ülünk, mert hogy hogy a bizonyos szempontból egyenlő partner vagyunk, persze lehetne a számlatokat felhozni, gazdaságméretek, világkereskedelemmel való, vagy adott esetben mondjuk a különböző szabályzók alakításában való szerepkör, ami betölt mondjuk az Európai Unió, vagy kiemelt európai tagállamok, de az egyébként pártállástól függetlenül, tehát demokrata és republikánus hátterű elemzőktől, illetve diplomatáktól, karrierdiplomatáktól is visszajött egyébként, csak nem hangosan, de különböző elemzésekben egyébként kimutatható, hogy hát ők azt tapasztalták, amikor európaiakkal tárgyalt, vagy egyeztettek, és nem csak diplomatákról van szó, hanem adott esetben tényleg szakértőkről, tehát nem politikai szereplőkről, nem tisztán politikai szereplőkről, hogy mi európaiak azért szeretünk a gesztusra meg a szimbólumokra adni. Nagyon konkrét példa, és nagyon volt időt, de muszáj ezt említetni, hogy amikor Barack Obama volt az elnök, akkor valóban szóba jött, hogy a berlini beszéd, és tényleg rendkívül dolog volt, hogy Barack Obama ugye Berlinben tartott egy kampánybeszélt, nem elnökként, jelöltként. Soha nem volt ilyen. De miért ott mondja? Hát az amerikai szavazókat kell meggyőzni, nem a németeket, ők nem fognak szavazni az elnökválasztáson. Tehát azonnal odafigyeltek rá, mert valóban jöttek a párhuzamok, ő is a Brandenburgi kapu előtt mondta, tehát voltak ezek a kellemes érzések, hogy ezt Obamániának nevezték ugye Nyugat-Európában. Aztán megválasztották elnöknek Barack Obamát, és ez volt ugye 2008 novemberében. 2010-ben esedékes volt az EU-USA csúcs, ha jól emlékszem, talán igen, Brüsszelben. És az történt, hogy az amerikai elnök nem ment el. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Világnézet, a mikrofonnál Longover Andrást hallhatják, ma pedig Amerikával, illetve külpolitikai kérdésekkel fogunk foglalkozni. Vendégeim a stúdióban Gáspár Kristóf politikai elemző, a Paradigma Intézet munkatársa, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, itt látok. És Csizmazia Gábor, az NKI Amerikai Kutató Intézetének munkatársa, Amerika szakértő, akit szintén köszöntünk, szervusz. Köszönöm, szervusz. Mai beszélgetésünk apropója kifejezetten az lenne, hogy Amerika belpolitikai értelemben is izgalmas eseményeket tartogat az elmúlt egy-két-három héten belüli sáv tekintetében, és ehhez viszonyítottan természetesen érdekes lesz az is, hogy hogyan fog alakulni az amerikai belpolitikai élet a következő időszakban. Voltak nálunk a rádióban különböző szakértők, akik az orosz-ukrán háború és egyéb külpolitikai konfliktusok kapcsán megjegyezték, hogy rendkívül sok minden fog függeni majd azon, hogy Amerika külpolitikája fog-e változni a jövőben. És ugye ennek az egyik formáló ereje lenne, ugye például a republikánus, hát úgy most fogalmazunk, hogy egy ellenzéki tömörülés, ami most ugye tekintettel ugye arra, hogy nem a Fehér Házat uralják, viszont hát nekik azért lenne egy feladatkörük abban, hogy akár a demokrata oldal kormányzását ellensúlyozzák, vagy akár ugye le is válthatják őket majd a következő választásokon. Ennek kapcsán vetném be első témánkat, hogy Donald Trump személy az utóbbi időszakban sok kérdőjelet vetett fel. Ugye nagyon sok ideig szóltak elemzések arról, hogy arra számítottak, hogy szinte biztos, hogy újra fog indulni, és ugye be is, tehát igazából újra fog indulni az elnökválasztáson. Viszont az utóbbi, hát mondjuk az én meglátásom szerint kb. Olyan 3 vagy 4 hónapban, de majd mindjárt elmondjátok, hogy ti hogy látjátok, azért a szerepköre az rengeteget változott, és nem biztos, hogy a régi fényében tündököl, ahogy így szokták mondani. Mostanában a rég például kijött egy elemzés, hogy az egyik olyan elég komoly szavazóbázis vagy tömb, ami eddig támogatta őt, az például az evangélikus vagy evangéliumi csoportosulások, keresztény csoportosulások, ennek a vezetői, sok vezető megtagadta a támogatását, tehát már nem támogatják Donald Trump újraindulását. Mit gondoltok erről? Donald Trump veszített az eddigi politikai tőkéjéből, és ez mit hozhat neki a következő időszakban? Mindenképp veszített a politikai tőkéből, tehát ez a felmérésben is látszódik, a támogatottságban, illetve a donorok támogatásában. De gyakorlatilag ugye az volt az alapterv, amennyire ezt persze így retrospektíve lehet látni, hogy a félidős választásokon, ugye tavaly novemberben elméletileg egy piros vagy vörös hullámra számítottak a republikánusok, sőt a legtöbb elemző, ennek a mértéke eltérő volt alapvetően, de végülis ez a piros vagy vörös hullám elmaradt, sőt egyébként szerintem én azokra értek egyet, akik azt mondják, hogy alapvetően ez republikánus vereség volt, mert hogy papírforma szerint az alsóházban hát behozták a győzelmet, ugye 222 helyen, de ez igazából egy 4 fős többséget jelent, hát ez lényegében semmi. Tehát ez bármikor elolvadhat különböző okokból kifolyólag, és ráadásul ugye 2 évig él, ugye majd 2 év múlva, ugye
vagy jövőre 2024-ben megint lesznek ugye választások. A felsőházban meg nem, hogy fordítottak volna, bár ugye kicsi volt az esélye, hanem igazából még romlott is a helyzetük, tehát a demokraták megőrizték a szenátust. Na most ennek a mondjuk kivereségnek alapvetően a Donald Trump a felelős, vagy a Trumpi jelöltek a felelősök, legalábbis a legtöbb elemzés ezt mutatja, és a közbeszéd is ebbe az irányba mutat. Ezt azért mondom, mert hogy ugye ha visszaemlékszünk, akkor a hivatalos bejelentése Donald Trumpnak arra vonatkozóan, hogy ő szeretne újraindulni, amit többször belengedett, és egyértelmű volt, hogy erre utal majd ez a rejtélyes bejelentés. Ezt alapvetően ugye megpróbálta meglovagolni ezt a várt győzelmet, ez ugye elmaradt, a bejelentést lefújni már nem lehetett, megtette a bejelentést, de már akkor az elemzők azt mondták, hogy Amerikában is, és republikánus, tehát jobb konzervatív elemzők is, hogy igazából ez egyáltalán nem így volt betervezve, és hogy szemmel láthatóan csökkent a támogatottsága. Több egyébként ilyen megadonor is bejelentette azt, hogy ő már egyértelműen nem fogja támogatni Donald Trumpot. Persze meggondolhatják magukat, de ebbe a sorba álltak be bizonyos evangéliumi vagy evangelikál vezetők. Ugye itt a kifejezésről lehet vitatkozni, most akkor mi a korrekt kifejezés. Alapvetően két dolgot érdemes tudni ezzel kapcsolatban. Sok minden, de én kettőre szűkíteném le egy első körben. Az egyik az, hogy egy borzasztóan sokszínű és eléggé meghatározó csoportról van szó, mindenképp az amerikai jobb oldal. Tehát nem kizárólag republikánus és jobboldali politikát támogató tömegről van szó, léteznek baloldali evangélium vagy evangélikál keresztények is, de alapvetően a jobb oldalon lévő evangéliumok sokkal hangosabbak, főleg a 80-as, 90-es évektől kezdve. Ez az egyik. Tehát az, hogy mit mondanak az egyes vezetők, az nem reprezentatív, végsősorban nem ők fognak szavazni, hanem az egyházak tagjai, vagy a hívők. Ez az egyik. A másik pedig, hogy azért az elmúlt években, évtizedekben a magatartások is alapvetően változott. Itt most az Amerika Kutatóintézetben kijövőben van egy könyv, ami kimondottan ezt a témát vizsgálja, és ha megnézzük csak a 20. századnak a második felét, régebben is vissza lehet menni, de csak a 20. század második felét megnézzük, akkor az látható, hogy az amerikai evangéliumi vagy evangelikál keresztények a 60-as évektől kezdve folyamatosan beletanultak a politizálásba. Tehát a 60-as évek végén a fundamentalistákkal, az Jerry Falwellekkel például gondolni, a déli baptista felekezetekre. Ők alapvetően a különböző társadalmi kulturális hanyatlás, vagy legalábbis hanyatlás jeleivel társított eseményekre reagálva megpróbálták mozgósítani az ő politikai közéleti tevékenységüket. Ez sikerült is, láthatóvá váltak, de az érződött, hogy egyetlen egy politikai, komoly politikai szereplő, vagy legyünk konkrétan elnök, konkrétan Jimmy Carter-t lehetne megnevesíteni, érdemben nem tudta felkarolni az ő konkrét törekvéseket. A támogatásokat, a törekvésüket nem. A 80-as években érződött az, hogy alapvetően egy összhang alakul ki ezen jobboldali evangéliumi közösségek és vezetőik, illetve a politikai elit között. A politikai elit alatt elsősorban a régen adminisztrációt kellett érteni, de itt is alapvetően az érdemi eredmények elmaradtak. Ilyenekre kell gondolni például, hogy az 1973-as Roe kontra Wade jogesetet érdemben nem lehetett megfordítani, nem is volt konkrét kezdeményezés a kongresszusban arra vonatkozóan, hogy mondjuk törvényi szintre emeljék a magzat védelmét, vagy életének a védelmét. Pontosabban egyszer volt, de érdemben ez elakadt. És ettől eltekintve igazából a Reagan adminisztráció sok mindent nem tett ezeket a közösségekért. Egyetlen egyet hagyj emeljek kicsit konkrét példaként, mert hogy ezt csak egy érdekességként, vagy egy ilyen fun factként kell kiemelni. Ugye Ronald Reagannek volt ez a gonosz birodalma beszéd, Evil Empire Speech, ami kimondottan ugye a Szovjetunióra értette. Na ezt konkrétan egy evangéliumi közösség előtt mondta. Tehát ez egy jó példa volt arra, hogy kimondottan valamilyen közösséget megcélzó, kimondottan úgy alakítom retorikájában az adott üzenetet, de ettől eltekintve érdemi együttműködés nem volt. Ezt azért mondom, mert ez innentől csalódva jöttek ki a politikából az evangéliumi keresztények a jobb oldalon legalábbis, és elkezdtek mobilizálni a 90-es években, inkább állami, tagállami szinten voltak aktívak. Ennek az eredménye lett egyébként az, hogy több helyen, konkrétan például az abortusz kérdésekben, miközben szövetségi szinten maradt a Roe contra Wade szerinti illetve későbbi jogesetek szerinti szabályozás. A tagállamok szintjén ezt több helyen kikezdték. Ugye ennek lett végül az eredménye az, amit tavaly ugye a legfelsőbb bíróság döntésében megmutatkozott. És igazából Donald Trump volt az, és akkor most érdekel a lényegre, Donald Trump volt az, aki az első elnökként érdemben összhangot teremtett az evangéliumi keresztények körében. Tehát konkrétan, és ezt ugye nehezményezte is Donald Trump még néhány héttel ezelőtt, vagy néhány nappal ezelőtt, hogy ő tette a legtöbbet ezért a közösségért.
Bizonyos számok, meg mérések alapján ez helytálló, abból a szempontból viszont nem, és akkor ezzel zárom, hogy beletanultak ezek a közösségek a politizálásba, tehát nem garantálják azt, hogy valakire már most az választás előtt egy évvel behúzzák az X-et, csak attól, mert 2016-ban és egyébként 2020-ban is jelentős mértékben támogatták Donald Trumpot, ebből nem következik, hogy 2024-ben is ezt automatikusan megteszik. És sok mindent lehetne még elmondani, de alapvetően érződik, hogy ők a politizálásba ilyen értelemben fokozatosan az évtizedek során beletanultak, úgyhogy nem garantálják a támogatásokat már most előre az elnöknek, hiába tud egyébként konkrét eredményeket felmutatni az ő javukra. Szerintem ami talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy tud-e bármi újat mutatni Trump, akár 2024-re készülve, akár hát nyilvánvalóan most a következő néhány eléggé szűk hónapban, ami itt előtt áll. Nyilván van egy csomó ügy, ami miatt a nyilvánosságot igencsak foglalkoztatja, hogy mi van az elnökkel, főleg ugye a titkosított dokumentumok megtalálása a floridai birtokán, 10 000 darab ilyen dokumentumról van szó, és egy jó része azért titkosított is volt. A lényeg az, hogy nyilván Trump az ott lesz az emberek fejében. A kérdés szerintem az, hogy tud-e valamilyen fajta politikai innovációt alkalmazni, vagy megújítani egyáltalán bármilyen szinten is az ő viszonyulását mind a republikánus párthoz, mind pedig a saját szavazóihoz, hiszen ez vezethet bármilyen típusú sikerre, és itt most nem arról beszélünk, hogy ő válhat a republikánus pártnak az elnökjelöltjévé, egyáltalán esélyesként felmerülhet más nevek mellett. Még most is esélyesként van apostrofálva Trump, de ez egészen biztos, hogy az utóbbi időszak nagyon-nagyon rosszat tett neki, és főleg abból a szempontból tett neki rosszat, és tudom, ez nagyon szakmaiatlan, meg nagyon ilyen történelmietlennek szokták mondani, de hát képzeljük el csak, hogy mi lett volna az, hogyha Trump a 2020-as vereségét elismeri mondjuk, és nem fajul odáig a helyzet, mint ami miatt egyébként folyamatosan most is hát vizsgálat alatt áll, milyen szerepe volt a Kapitólium ostromában. Lehetséges, hogy akkor a republikánus párt sem lenne annyira megosztott, és lehetséges lenne, hogy nem kellett volna, nem is tudom, 14 vagy 15. alkalommal szavazni is a republikánus házelnöknek megválasztásáról január első felében. Úgyhogy nyilvánvalóan ez a megosztottság, ez abszolút Trumpnak és a trumpista politikának köszönhető, és látható, hogy a republikánusok úgy általában, és nyilván a republikánus klasszikus elitre gondolunk, azért vissza szeretné hódítani, és valamennyire szerintem sikerrel is járt az utóbbi időszakban, de ez nem az ő érdemüknek volt utató, tehát ők se tudtak azért nagyon előrelépni, sem azért, mert hogy demokratákkal is kell versenyezni, sem azért, mert hogy hát megosztott, és egy megosztottságban lévő párttal mindig sokkal nehezebb kezdeni valamit, mint egy nagyjából egy irányba mozgó tömbbel, ami utóbbi inkább a demokrata pártra jellemző most, vagy legalábbis sokkal jobban jellemző most, mint a republikánus pártra. És szerintem első körben ahhoz, hogyha a republikánusok valami érdemi eredményt szeretnének elérni a következő választáson, bármilyen szinten, tehát a tagállami szinten, a bármelyik választáson, és nyilván az elnökválasztás lenne legfontosabb, ahhoz először a saját pártjukban kell valami hát sorrendezést csinálni, valamit el kell érni, és olyan jelölteket kell találni, akikre hát nem csak hogy szavaznak az emberek, mert nyilván ez a legfontosabb, de ugye mindenféle el tudja fogadni, mindenféle el tudja ismerni, hogy igen, ők lesznek azok a jelöltek, akikkel tudunk bármit is kezdeni. És szerintem valóban ezzel teljes mértékben egyetértve, hogy a 2022-es választáson azért nagyon nagy részt én is egyetértve, hogy a trumpista jelölteknek a igazából ez a típusú politizálása bukott meg egy kicsit, még hogyha azért teljes egészében nem is húznám le róluk a keresztvizet, hiszen azért értek el eredményeket, és hát főként ugye szerintem talán a floridai kormányzót érdemes kiemelni, aki ugye most nagyon hangos vitába keveredett, a nyilvánosság előtt is vitába keveredett Trumppal, és hát ugye sokan azt mondják, és ő is tette erre utalásokat, hogy szeretne ő elnökjelölt lenni, de hát ő egy milyen politikus, egy Trump nélküli trumpista politikus nagyjából. Tehát a trumpi politika ebből a szempontból szerintem mégsem bukott meg. Trump az, aki megbukott, és azok a követői buktak meg talán, lehet ezt így fogalmazni, akik tényleg ilyen becsukott szemmel követik, és bármit megtesznek. Valószínűleg ez a típusú politizálás ez már a republikánus elitnek sem tud hát eredményeket hozni, és hát főleg a szavazókat is eltántorítja ezekre a jelöltekre való szavazástól, hiszen nagyon izgalmas időszak előtt állunk, valószínűleg azért a következő 6-8 hónapban ki fog derülni, hogy republikánus pártnak lesz-e bármilyen típusú esélye arra, hogy egyáltalán a saját előválasztásán érdemi jelölteket és érdemi vitát és érdemi egyébként a demokráciában normális működést tudjon megmutatni, hogy egy párt, ez a párt is és ez az elit is ezekkel a nagy szavazói tömbökkel is
fel tudja elvenni tulajdonképpen a versenyt a demokratákkal szemben. Jelenleg most még nyilván nem szabad ilyeneket mondani, de most még egyelőre ez nagyon nem látszik, és szerintem nagyon nagy kérdés, hogy ezzel tudnak-e valamit kezdeni. Az, hogy sikerült most egyáltalán egy házelnököt megválasztaniuk, az már egy jel szerintem arra, hogy van egyébként a politikában és a republikánus politizálásban annyi, hogy legalább ezeket a nagyon-nagyon ellenmondásokat sikerül valamilyen fajta módszerrel áthidalni, de ehhez az kell, hogy ne ilyen nagyon nehéz és nyilvánosság előtt zajló módszerekkel próbálják meg a gordiuszi csomókat átvágni, hanem ténylegesen az építkezés politikájára lépjenek rá, és ez jelenleg csak kevés szereplő esetében látszik ezen az oldalon. Ugye említettétek mind a ketten a trumpista jelöltek szerepét, ugye például most így konkrét példát is mondjuk felhozva a Kerülék esete például, aki szintén kísértetiesen hasonló politikai kommunikációt folytatott a választás elvesztése után, mint Donald Trump, és őt akkor tényleg megfigyelhető volt republikánus körökben, hogy egy ilyen, hát ilyen ellenszenves reakciót váltott ki nagyon sok republikánusban az, hogy így viselkedett, sokan már azt mondták, hogy ezt már láttuk, ebből nem kéne, stb. Kollektíve összesítve így az összes körülményt mérlegelve, ti hogy látjátok, hogy kisebb vagy nagyobb az esélye, vagy hogy lesz egyáltalán esélye Donald Trumpnak a jelenlegi körülményekből ítélve? Természetesen bármikor változhatnak a palettán a figurák állása, de hogy a jelenlegi körülményekből ítélve van-e Trumpnak esélye a jelöltségre? Nekem én erre nagyon rövid válaszom, hogy gyorsan lecsapom. Szerintem, ha Trump nem változik, és Trumpnak ugye egy jellemzője volt, hogy ő nem változik, vagy hát ugye 2012-ben még demokrata volt, aztán republikánus lett, tehát ebből a szempontból tud változni, de ha nem változik egyébként Trump, akkor én azt látom, hogy jelenleg erre nagyon-nagyon kicsi az esélye. Bármilyen kutatást megnézünk, a trumpi politika hanyatlik jelen pillanatban, és Trump támogatottsága is hát visszaesőben van. Ez valami nagyon nagy radikális változás kell, vagy pedig az, hogy az oldal valamit, hát nagyon, nagyon elroncson ezzel tud valamit. A republikánus oldalon belül is, és nyilván a demokrata oldalon kifejezetten. Részben egyetértek, alapvetően ilyen pillanatban kisebb az esély, és ez folyamatosan egyre kisebb lesz. Tehát ebbe az irányba halad Trump, illetve az ő megítélése. Nem csak az amerikaiak, hanem általában a republikánusok körében is. Ugye az amerikaiakat azért mondtam, mert a republikánusok körében is az éreződik az, hogy függetlenül attól, hogy egyetértenek, vagy nem értenek egyébként azzal, amit Trump képvisel, magával a stílussal, illetve magával a felhajtásból, stílusból meg a felhajtásból meg nem kérnek. Tehát az egy kapcsolt áru. Egyébként ez az, ami igazából kiszámíthatatlaná teszi Donald Trumpot, mert hogy akár kiteszünk mellé, a garantált ebből a szempontból a hajcihő, fogalmazunk úgy. Ugye Ron DeSantis szokták alternatívaként beemelni, ezen a ponton álljanám, hogy én személy szerint nem tartom Ron DeSantis Trumpi vonalnak, sőt szerintem pont itt fog megtörni történet. Persze majd a republikánus párton belül erőviszonyok ezen törésvonal mentén fognak majd megmutatkozni. Ez több helyen már látszódik. Az, hogy ez most egy trumpi vagy kevésbé trumpi tábornak nevezzük, ugye ahhoz először definiálni kell, hogy mit értünk trumpi alatt. Én alapvetően, és persze ezzel lehet vitatkozni, én alapvetően a stílust meg a módszertant, vagy módszert, kampánymódszert tekintem alapvetően trumpinak, mert a többit is lehet mellettenni, tehát az, hogy a kultúrharcot előtérbe helyezik, vagy az, hogy mondjuk nacionalista, jobboldali, populista, jacksoni politikát folytatnak. Ez is része a történetnek. A probléma az, hogy alapvetően a populizmus a másik oldalon is megjelenik, csak más formában. Úgyhogy alapvetően, és nem is feltétlenül, hogy jelent egyébként problémát, akkor jelent problémát, ha megbolygatja a politikai rendszereket. Trump alatt egyébként láttunk ilyet, kétség kívül. Ron DeSantis alatt már kevésbé. Most nem akar belemenni a részletebe, hogy mi a különbség a két potenciális jelölt között, de alapvetően Ron DeSantis csillaga egyértelműen felfelé emelkedik. Ugye van egy külön vita arról, és ezzel befejezve, van egy külön vita arról, hogy ő vajon ott hagyja a kormányzóságát mondjuk egy elnök jelöltségért, mert ezt félbe kellene szakítani, ezt a kormányzóságot. Egyértelmű jelzést, amennyire tudom, erre nem tett, viszont nem érdeke, ha úgy tetszik, betölteni mind a 4 évet, mert tegyük fel, hogy azt mondja, hogy ő megmaradt kormányzónak 2024 után is, viszont az azt jelenti, hogy 2026-ban tud újra úgymond labdálódni a nagypolitikába, de akkor az megint egy 2 éves kihagyást jelentene a 28-as elnökválasztásokig. Annyit tudna tenni, hogy elment mondjuk a kongresszusi politikába, de az bizonyos szempontból meg egy visszalépés lenne az ő részére. Úgyhogy ezért mondom, valószínűleg indulni fog, és valószínűleg Donald Trump-al szembeni erőtömböt fog majd képviselni, csak hát ezt mi nem látjuk egyértelműen körvonalazódni, de erre vannak azért már jelek a levegőben, és neki jobbak a kilátása jelen pillanatban.
Ugye Ron DeSantis esetében van még egy érdekes közrejátszó tényező, hogy az átlaggal ellentétben ő ugye nem 60-70 pluszos életkort képvisel, tehát neki még vannak kártyái, amiket ki tud játszani hosszú távon. Ugye viszont mondtad, hogy nem mennél bele az összehasonlításba, és nem is az összehasonlításba, viszont magába Ron DeSantis szerepébe egy másodpercet viszont szeretném érinteni, ugyanis pont a körül, amikor a Trumpnak a támogatottsága kapcsán jöttek ki adatok és információk, akár az evangéliumi keresztények kapcsán, akkor a Massachusetts Egyetem kutatása szerint az is kiderült, hogy Ron DeSantis 51-49 arányban vezet Trump előtt a párti jelöltségért folytatott elméleti hipotetikus versenyben, és ugye van még egy számomra érdekesebb adat, hogy az elvileg, ha Bident és Trumpot raknák egy palettára, egy ringbe, akkor Trump alul maradna, viszont ha ugyanez DeSantis esetében történne meg, akkor a jelenlegi adatok szerint egy ugyan kicsi arányal, de Ron DeSantis az nyerne. Hogy ahogy te is említetted, hogy egyáltalán nem biztos, hogy Ron DeSantis ott fogja hagyni a kormányzói széket. Trump esetében ugye arról már beszéltünk, hogy ő neki azért a jelenlegi állás szerint leáldozóban van a politikai csillaga. Viszont ugye van még egy érdekes aspektus, ugye, amit még nem hoztunk be, és viszont itt hozná be ezt az aspektust is, hogy Bidennek is ugye kikerültek hírek róla most jelen pillanatban, hogy dokumentumokat találtak meg nála, és sokszor legalább, vagy ha nem jobban nyakatekert szituációkban, mint Trump esetében. Nagyon sok kérdés felvetett az például, hogy változott a kommunikáció olyan szempontból, hogy nagyon sok ideig Bident nem nagyon hagyták beszélni. Ennek az ügynek a kezelése kapcsán viszont szinte teljesen rá van bízva az ügy kommunikálása, tehát többször is személyesen reagált. Voltak itt nálunk olyan szakértők és újságírók, akik azt kezdték el pedzegetni, hogy simán benne lehet az, hogy a demokrata párt, hát nem az, hogy kihátrál, de hogy valamilyen szinten Bidenen túl gondolkodik már bizonyos kérdésekben. Hogy látjátok ti ezt a kérdést, hogy Ron DeSantis ugye egy valós veszélyt jelenthet ugye a demokrata párt számára, hiszen hogyha nem Trump kerül az a republikánus elnök jelölti pozícióba, akkor ő akár jelenthet valós veszélyt is, hiszen egy az előbb általad is említett újdonságot hozhatja a republikánus politikába. Viszont ugye demokraták esetében azért Biden, de majd mindjárt elmondjátok, hogy nektek mi az álláspontotok, de hogy Bidenről nem biztos, hogy lehet ugyanezt állítani. Hogy látjátok ezt, hogy lehetséges az, hogy a demokrata párt nem gondolkodik már a következő ciklusban Biden személyében, vagy Biden szerepében, vagy azért ők meg megpróbálják még egyszer előni? Ez többször felvetődött egyébként már a félidős választásokat megelőzően is, sőt, még azután is. Tehát konkrétan emlékszem, amikor az elnök tartott egy sajtótájékoztatót a félidős választásokat követően, néhány nappal, és ott konkrétan az egyik újságíró meg is kérdezte egyébként az elnököt, hogy egyrészt rendben van, nem én nevezték, de mondjuk ez egy győzelem volt a demokraták számára, és az elnök számára is egyébként. Azért voltak furcsa jelek, ilyenekre kell gondolni, hogy voltak olyan demokrata kormányzók, illetve képviselők, meg szenátorok, akik azt mondták, hogy hát általában szívesen fogadnák egy elnök támogatását egy kampányban. Most úgy Joe Bidenre köszönjük szépen, így eufémisztikusan jelezték, hogy nincs szükség, illetve volt olyan felmérésekkel igazolható jel, hogy egyértelmű, hogy a demokraták a kulcs körzetekben elvitték a választást legálisan a republikánusok elől. Csak azon, hogy legálisan, hogy az elvitték, hogy a félrejtés ne essék, tehát teljesen szabályosan megnyerték, egyetemben megnyerték a választást. Viszont az is látszódott, hogy miközben nem jött be számos elemzés arra vonatkozóan, hogy milyen kampánykérdések alapján fogják vannak majd szavazni a választók, tehát infláció, gazdasághelyzete, általában a közérzet, az elnök megítélése, stb. Alapvetően érződött, hogy miközben a demokratákra szavaznak több helyen a választók, közben egyébként ettől független felmérések alapján, mert mégiscsak felmarad az elégedetlenség az inflációval szemben, a gazdaság helyzetével szemben, az energiapolitikával szemben, amit a Biden adminisztráció képvisel. Tehát itt azért probléma van, tehát amit kezdeni kell. Csak ezekre a kérdésekre mondta az elnök egyrészt azt, hogy megyünk tovább, tehát ebből a szempontból változás nincs. A másik pedig, hogy voltak olyan, főleg progresszív kalkuszhoz, progresszív irányzathoz tartozó demokrata képviselők, akik már belengedték már a választásokat megelőzően is, hogy akár az elnök életkorára való tekintettel, akár azért, mert adott esetben mondjuk egy, hát ezt nem mondták itt, egy Ron DeSantis típusú figurával szemben kell megmérkőzni a demokrata jelöltnek.
azért érdemes már másban is gondolkodni. Jelen pillanatban ezek a hangok, én úgy látom, hogy elcsitultak, vagy legalábbis az elnök sikeresen háttérbe szorította ezeket a hangokat. Plusz ugye hát az empiria azt bizonyítja, és valóban itt szóba jött itt a felmérés, hogy adott esetben, ha Donald Trumpot indítaná a másik oldal, akkor valószínűleg egyébként újra nyerne a Joe Biden. Ezt igazából egyetlen nem lehet megmondani, hogy most akkor pontosan megtartják, vagy nem. Én azt mondanám erre a dokumentum szivárogtatás ügyre, hogy az érződik, hogy a demokrata párton belül vannak törésvonalak. Ugye ez az elnökig elterjednek, tehát az, hogy különböző érdekcsoportok egymásra mondjuk civakodnak, az konkrétan az elnök személyét is érinti, vagy sem. Valószínűleg egyébként igen, de elképzelhető az is, hogy nem, egyszerűen csak egy erőjátszma van a demokrata párton belül, mert hogy szerintem maguknak az iratok kiszavágásának érdemi jogi következménye nem lesz Joe Biden elnökségére nézve. Hát csak azért is, mert másképp kezeli az ügyet, mint Donald Trump, tehát sokkal jobb az optikája ilyen szempontból. Másrészt pedig ugye amit, vagy másfelől, amit igazából nem tudunk, hogy hogyan szivárogtak ki ezek a dokumentumok. Trump esetében egyértelmű volt, mert hiányoztak a levéltárból, tehát hogy tudták, hogy ez nincs meg, visszament több hónapra megelőzően, hogy tényleg ezek a dokumentumok hiányoznak, ezeknek a dokumentumok nagy része mai napig nem tudjuk, hogy mik egyébként, ahogyan a Biden-féle dokumentumok esetében sem, de a Biden dokumentumoknak sarkítól, mert ez nem Joe Biden dokumentumai, de hogy a Biden-féle dokumentumoknak a kiszivárgása igazából bizonytalan, hogy ez miért történt, de milyen oknál fogva merült fel. A második meg a harmadik keresztés az meg ugye azért került elő, mert ugye elkezdtek akkor nyomozni a különböző ingatlanokon. Szóval én nem tartom, elképzelhető, hogy van egy törés a demokrata párton belül, de nem tekintem ezt annyira erős törésvonalnak, mint ami a republikánus párton belül van. Még egy gondolat, a demokrata oldalon, aki felmerült alternatíva Joe Biden-nel szemben, hogy ez a Gavin Newsom, tehát a kaliforniai kormányzó, de erősen kérdéses, hogy az ő megítélése az ország többi részében, és főleg a republikánus fellegvárokban egyébként, vagy az úgynevezett Purple States, tehát ezek a tulajdonképpen demokrata, republikánus vonalon ingadozó, akár kormányzó, akár szenátorválasztáson ingadozó államokban kedvező lenne. Hasonló elmondható egyébként Ron DeSantisről is, félreértés ne essék, talán az ő karaktere sokkal kevésbé ellentmond. Nyilván a politikai jelenzők számára a legérdekesebb helyzet akkor lesz, ha Ron DeSantis indul mondjuk Gavin Newsom ellen, mert egyébként a Kalifornia-Florida ellenpárosok tekintetben egyébként már érződik, és konkrétan egymással szembe fogalmazva, mert Gavin Newsom egyébként még néhány hónappal ezelőtt hirdetés is adott fel egyébként Floridában, hogy ha nem tetszik Florida, akkor menjetek Kaliforniába, de ugyanennek a fordítottját is ismerjük. Egyelőre nem úgy néz ki, hogy ez lenne a helyzet, de elképzelhető egy ilyen forgatókönyv is. Három meglátásom lenne. Az első az ügyek, a dokumentumok kiszivárgásával kapcsolatos ügynél. Úgyhogy pusztán csak politikai kommunikáció szempontból próbáljuk meg megérteni, hogy miért különbözik ez a két ügy. Nyilvánvalóan nagyon könnyű, és szerintem ez is indokolja, hogy Biden miért állt ki a nyilvánosság elé, miért beszél erről nagyon nyíltan, hiszen ugye Trump oldalán mi van? Hát egy elhallgatás, egy tudjuk, hogy többszörös és nagyon súlyos törvénysértés, és egyébként egy nagyon nagy mennyiségű irat a magánbirtokán az elnöksége idejéből, tehát nagyon friss és valószínűleg nagyon fontos dokumentumok is hiányozhatnak az amerikai nemzeti levéltárból. Míg Biden esetében, már hogy igazak ezek az információk, akkor egyrésztről az 1973 és 2009 közötti szenátori idejéből vannak dokumentumok, és esetleg az alelnök idejéből, amik természetesen mindegyik tartalmazhat államtitkokat, tehát hogy félreértés ne essék, és minősített iratokról lehet szó. Ugyanolyan súlyos törvénysértés, de legalábbis nagyon egy problémát okoz ez a politikai hitelesség szempontjából. De azért egészen más, hogy néhány tucat dokumentumról van szó, ami évtizedekkel ezelőtti, vagy pedig nagyon friss államtitkokról, amit egy elnök rejtegetett el valamilyen fajta módon. Úgyhogy az biztos, hogy ezért az ügy kommunikációjában szerintem Biden sokkal biztos, hogy az amerikai nyilvánosság és akár a republikánusok között is sokkal hitelesebben és világosabban tudott ebben az ügyben kommunikálni, és szerintem, hogyha lesz még ennek az ügynek folytatása, már pedig miért ne lenne, akkor is én azt gondolom, hogy az ügynek az lesz a foganatja, hogy inkább van egy jó fiú, meg van egy rossz fiú. A demokrata keretezés ez volt, és szerintem ez azért át is fog menni a nyilvánosságban. A másik talán az, ami itt egy felmérésekkel kapcsolatosan, hogy akkor melyik párosítással a republikánus, vagy pedig a demokrata elnökjelölt jön neki jobban. Ugye
tudjuk jó ezeknek a felméréseknek a működését, tehát hogy azért még nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy ténylegesen fel tudjuk mérni, hogy a szavazók, akik egyébként még nem is biztos, hogy mindegyik jelöltet ugyanúgy ismerik, sőt egészen biztos, hogy nincsen mindegyik jelöltnek ugyanen ismertsége országosan, nem is biztos, hogy ismerik azoknak a jelölteknek, ugye, és az Amerikában ugye nagyon fontos a nagy kérdésekben való véleményét, a szakpolitikai törekvéseit, és általában a kampányát sem, és hát, hogy milyen erő áll mögöttük, hiszen nagyon nem mindegy, hogy egy olyan Trump fog megmérkőzni Bidennel, aki mögött azért hát ott lesz a republikánus pár, de azért nem annyira, vagy egy olyan Ron DeSantis-szal fog megmérkőzni, aki mögött hát nagy valószínűséggel ott lesz az egész republikánus elit, és a párt is, és nyilván a szavazók is. Úgyhogy azért ez szerintem még talán így félrevívő lenne. Valószínűleg nyilván egy év múlva már azért benne leszünk az előválasztási időszakban bőségesen, de mondjuk egy fél év múlva szerintem ebben a szempontból sokkal okosabbak, és talán azok a felmérések már sokkal hitelesebbek, és a valóságot jobban mutatóak tudnak lenni. És talán egy harmadik meglátás, az pedig abszolút az, hogy hát igen, van megosztottság mind a két pártban, és szerintem abszolút benne van a demokraták fejében is, és adott esetben szerintem Biden fejében is, hogy ez bármikor véget tud érni, és nem azért, mert hogy az elnök idős, nem azért, mert hogy egyébként olyan erős kihívói lennének adott esetben, akik már most a demokrata elnökséget próbálnák egy kicsit hát szürkíteni, a saját magukat jobb pozícióba hozni a demokrata oldalon belül, hanem azért, mert hogy politikának abszolút ez a természete, hogy nyilvánvalóan előre gondolkoznak, szenáriókat alkalmaznak. Ugye ne felejtkezzünk el, nem volt olyan régen, amikor ugye beiktatták Bident és Kamala Harris, tehát akkor már mindenki azt mondta, hogy na majd a Harris lesz a következő, a folytatás, és tulajdonképpen előkészíti Harris, Biden elnökség előkészíti Harrisnek a 8 éves elnökségét. Hát hol van már az alelnök, tehát hogy ebből a szempontból mindig vannak a médiának, és nyilván az amerikai nyilvánosságnak is, amiből mi is tájékozódunk, ilyen sztárfigurái, akik most felívelőben vannak, és azt gondolom, hogy az abszolút a fiatalok mellett szól is, hogy hát nekik van jövőképük, és nekik, hogyha 2024-ben nem sikerül, akkor még ott lesz a következő 4 év múlva, meg a következő 4 év múlva. Mindig voltak ilyen jelöltek. Ted Cruz az utóbbi, nem is tudom, 10-akárhány évben mindig ott volt, hogy hát majd akkor ő lesz a nagy csillag. Jeff Bush nem volt ott olyan nagyon sokáig, de azért ő is ott volt, hogy na majd ő lesz a nagy csillag. Szóval mindig vannak ilyen nagyon népszerű figurák, akikről elhisszük, mert elhitetik velünk tulajdonképpen ők maguk is nyilván, a párt elitjei is elhiteti, és hát valamennyire választók is elhiszik, hogy na ők lesznek majd a nagy reménysége egyik vagy másik oldalnak, aztán valahogy mindig lekerülnek, mert valaki lemossa őket a pályáról nagyon egyszerűen, vagy egy előválasztáson, vagy pedig egy választáson. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút nagyon fontos, és a demokratáknak is szerintem elem érdeke, hogy legyenek jelöltjék, legyenek érdemi jelöltjék, és ne csak a Bernie Sandersok legyenek a jelöltek, hanem tényleg akár a fiatal jelöltekkel, fiatal republikánusok jelöltel, és ez a teljesen új republikánus politikával is, ami szerintem egy picit Trumpi gyökerű is, de ha nem is Trumpi gyökerű, a klasszikus republikánus gyökerű, de Trumpi elemeket is beépítő, tehát inkább egy stílusbeli változást jelentene. És azt gondolom, hogy ez lehet sikeresebb talán, hiszen kiveszük az egyenletből azt a szereplőt, aki az egész egyenletet bizonytalanná teszi, aki az egész egyenletnek nem tudjuk, hogy mi lesz aztán a végkövetkeztetése, és megtartjuk azt, ami a republikánusoknál az utóbbi néhány évtizedben már bevált, hozzávéve azt, hogy egyébként a kor változik, és már lehet, hogy a republikánus üzenetek nem tudnak annyira népszerűek lenni, akár a kultúra harc, akár bármi más miatt Amerikában. Szerintem ez egy sikeres és abszolút releváns politizálás tud lenni. Úgyhogy, és a demokrata oldalon is erre fel kell készülni, valószínűleg nem Biden lesz az, aki személyében ezzel a típusú politikával, hát időskora miatt is nem az, aki meg tud ezzel küzdeni, de az egészen biztos, hogy ha Biden folytatni szeretné, és ezt a demokraták többsége is szeretné, akkor jó eséllyel folytatni is tudja, legalább demokrata elnök jelöltként, az meg már valószínűleg republikánuson múlik, hogy milyen kihívót tudnak neki állítani. Ugye műsorunk elején említettem, hogy a különböző elemzők ugye mindegyik szinte, majdnem mindegyik arra végkövetkeztetése jut, hogy nagyon sok minden fog függeni attól, hogy az Egyesült Államok fog-e változtatni a külpolitikai tevékenységein. Ugye rengeteg külpolitikai kihívással néz szembe az Egyesült Államok. Beszéltünk Kínáról, az orosz-ukrán helyzetről, a közel-keleti eszkalációkról, és ugye azért most próbálom úgy megfogalmazni, hogy
tehát hogy nem értékítéletet mondva feltétlenül a bideni külpolitika felett, de azért rengeteg szakértő kivetni valókat azért talált a bideni külpolitikában. Akár beszéltünk Afganisztánról, de az orosz-ukrán háború kezeléséről is. Ugye beszélgetünk különböző színes jelöltekről, ugye Trump ugye közismerten egy ilyen, most fogalmazunk úgy, hogy egy ilyen egyszerűbb stratégiai modellt követett az elmúlt időszakban, amikor ő volt a Fehérház kapcsológombjai mögött. Ugye elhíresült, hogy egy interjúban elmondta például, hogy a táli vezetőkkel úgy tárgyalt, hogy küldött egy műholdas fotót a vezetőházáról, és megmondta neki, hogy a maradékot azt nyugodtan hozzárakhatja, hogyha szeretné. Lényeg az, hogy neki volt egy sajátos külpolitikai tevékenysége, viszont ugye azt most az, hogy miért, az ugye egy bonyolult vita lehet, de azért azt el kell ismerni, hogy háborút nem indított az Egyesült Államok az ő időszakában, és azért a külpolitikai konfliktusok is vagy még nem eszkalálódtak addig a pontig, ahol most, vagy valahogy sikerült kordába tartani, így ezek ugye szakmai kérdések. Viszont felmerül az a logikus kérdés, hogy ha Biden esetleg nem folytatja, vagy így, vagy úgy. Tehát, hogy mondjuk demokrata vezetés dönt úgy, hogy egy másik jelölttel folytatja, vagy akár egy új, ha nem is feltétlenül Ron DeSantis, de akár egy új republikánus jelölt az, aki átveszi a szerepet. Várható ebbe változás szerintetek? Azért ugye ez egy fontos aspektus, hiszen az Egyesült Államok most nagyon sok világpolitikai kérdésben foglal el a szokásához híven meghatározó szerepkört, és ugye nagyon sok kritika is éri emiatt az aktuális külpolitikai viselkedése miatt, hogy szerintetek a jelölt változásával várható-e ebben változás, és ha igen, akkor mekkora? Tehát, hogy várható ebben bármi paklikeverés, hogy akár a külpolitikai konfliktusok számára jöhet-e változás? Az Egyesült Államok külpolitikájának az elsődleges szereplője ugye alapvetően az elnök, illetve az elnökség. Ennek egyébként alkotmányos és történelmi okai vannak. Az amerikai alkotmány második cikkének második bekezdés egyértelműen gyakorlatilag a külpolitikát, vagy a főparancsnoki klauzula az egyértelműen a kül- és biztonságpolitikát elsősorban az elnök az rendelés, akkor erre rájött egy sor történelmi és jogi precedens. Úgyhogy ilyen szempontból a rövid válasz az lenne, hogy igen. Tehát az, hogyha jönne egy másik elnök, főleg ha egy másik pártból jön, akkor érdemi változás várható, és persze a politikai elemzők ezt mindig kimutatják, hogyha mondjuk más elnök kerül hivatalba, főleg másik oldalról, tehát másik párból, akkor milyen különbségeket fogalmaz meg. Viszont a helyzet az, hogy ez is egy szakirodalomban eléggé elcsépelt kifejezésnek tűnik, de van benne igazság, hogy azért az amerikai külpolitikában mindig van kontinuitás. Ugyanis a szakma, illetve a háttéradminisztráció, ami egyébként pártokon túlmutat, illetve pártérdekeltségeken túlmutat, azért alapvetően biztosítja azt, hogy ez a politikai, katonai, diplomáciai gépezet, most leegyszerűsítem, alapvetően következetesen tudjon működni. Itt alapvetően a geopolitikai érdekekről, hatalmi érdekekről lehetne hosszasan itt diskurálni. Dióhéjban a lényeg, hogy az amerikai Egyesült Államok a 20. században ugye felépített, nem egyedül, de amerikai elképzelések, amerikai ideák által inspirálva egy úgynevezett liberális nemzetközi rendet. Ennek ő gyakorlatilag a hegemónia. Tehát a liberális nemzetközi rendnek a lényege, és ez van most átalakulóban egyébként. Többek között az orosz-ukrán háború is globális perspektívából nézve erről szól, és egyébként a COVID-19 vagy a koronavírus járvány utáni intézkedések is részben erről szólnak, hogyha levesszük egyébként konkrétan az egyes régió specifikus következtetéseket. Szóval alapvetően az liberális nemzetközi rend ahhoz, hogy működjön, ez szüksége van egy hegemónra, egy megint csak egyszer, és ezt szokták csendőr szerepnek mondani, hogy az Egyesült Államok egy csendőr szerepét tölti be. Erős túlzás egyébként, és azért, mert ugye említetted, ez egy hálátlan szerep, mert ugye ha van rajta sapka, akkor az a baj, ha nincs rajta sapka, akkor az a baj. Clinton adminisztráció futott bele a 90-es években nagyon. Tehát, hogy Ruandában nem megy be 94-ben, baj. Korábban bemegy mondjuk, vagy ott is 95-ben mondjuk bemegy, Balkánon bemegy ugye Boszniába, akkor meg az a baj. És akkor itt alapvetően különböző olvasatok lehetne Szomáliát is említeni. Későbbi példákat is lehetne felhozni egyébként az amerikai történelemből, vagy az elmúlt 30 évből, iraki intervenciót 2003-ban, stb. Tehát itt különböző megítélések vannak. Egy szó mint száz, alapvetően kontinuitásra törekszenek az elnökök. Mondok egy nagyon konkrét példát, és ezek a fajsúlyos kérdések. Kína vonatkozásában minden a mai napig kontinuitás van. Tehát ha van olyan téma az amerikai közéletben, ami elnököktől függetlenül a politikai elit
általános támogatását élvezi, az az, hogy Kínával, mint felemelkedő hatalommal szemben, mint az amerikai hegemóniát ténylegesen veszélyeztető hatalommal szemben egyértelműen határozott fellépésre van szükség a szövetségesekkel együtt. Az igazi érdemi különbség az a súlypontokban van, és itt jön képbe az elnök szerepe. Az elnöknek van valamilyen tipikusan belpolitikai gazdasági programja. Ez bizonyos szempontból egy zéró összegű játékot eredményez, hogy az erőforrásokat én alapvetően a hazai nemzetépítésre fordítom, ugye America first, Amerika először, de egyébként a már Obama elnökség alatt is egyébként ez kimutatható volt, hogy nem Irakban szeretnék, meg Afganisztánban szeretnék jelen lenni, meg odatolni a pénzt, meg az erőforrásokat, hanem konkrétan haza, mondjuk éppen a gazdasági válság, vagy Covid válság, vagy bármilyen válság utáni újjáépítésben. És a másik kérdés az az, hogy ezt milyen retorikával és milyen stílusban teszi. Na itt már lehetnek különbségek. Alapvetően azért vannak ám párhuzamok, meg folytonosságok a Biden adminisztráció. És csak egy konkrét példát nem ütek ki, mert ez a sajtóval nem nagyon foglalkozott. Ugye visszaemlékszünk, 2018 júniusában Donald Trump bejelentette az acél és alumínium vámokat nemzetbiztonsági érdekre hivatkozva, hogy konkrétan ugye külön büntető vámmal sújtja az Egyesült Államokba importált acél és alumínium importokat gyakorlatilag. Kivétel nélkül, tehát magyarul az európaiakat is sújtotta ez a büntető vám. Ez azért volt kellemetlen, mert 48 órán belül pedig ugye az akkori külügyi európai ügyekért felelős külügyi államtitkár Wes Mitchell pedig tartott egy beszédet arról, hogy miért fontos a transatlanti együttműködés a Heritage Foundationben. Érződött rajta, hogy azért ez eléggé kellemetlen helyzet, és hát visszaemlékszünk, akkor az Európai Bizottság egyébként a külkereskedelmi felelős ugye, európai főszereplő ugye jelezte is, hogy valahogyan azért nem szeretnénk kereskedelmi háborút, de hát valahogyan szeretnénk viszonozni, úgymond a kölcsönkenyeret, és ebből lett az, hogy akkor a mogyoróvajra, meg Harley Davidsonra, meg ezekre a tipikus amerikai termékekre vetettek ki vámot. A lényeg az az, hogy ezt végül a Biden adminisztráció megoldotta átmenetileg, tehát azt mondták, hogy jó, rendben van, nem fogunk rá védővámokat kiemelni egy bizonyos pontig, de azt követően egyébként továbbra is jönnek ezek a védővámok. Közben Kína is megtámadta ezt a döntést a WTO-ban. A WTO, amely érdemben nem tud működni, és akkor itt utalnék vissza, hogy a nemzetközi rendszer ebből a szempontból ugye válságban van. És néhány, tehát tavaly decemberben, ha jól emlékszem, konkrétan bejelentette az amerikai kereskedelmi főtárgyalónak a helyettese, tehát a Biden-féle kereskedelmi főtárgyalónak a helyettese, hogy hát Kína csak ne panaszkodjon, illetve a WTO ne akarjon beleszólni, hogy a mi nemzetbiztonsági okokra hivatkozva vetünk ki védővámot. Tehát ilyen értelemben megvédte a trumpi döntést, csak nem az európaiak, hanem Kínával szemben. Tehát vannak bizonyos folytonosságok, hogyha konkrétan nemzeti érdek és geopolitikai érdekekről beszélünk. Még egy gondolat, és akkor befejezem, itt alapvetően az orosz-ukrán háború esetében is beemelik ezt volt esetben, hogy republikánusok más vonalat képviselnének. Rövid válasz, nem. Tehát vannak olyan hangok a republikánus párton belül, és tipikusan trumpi hangok, akik úgy gondolják, hogy az imént logika alapján az erőforrásokat nem Ukrajnába, hanem az Egyesült Államokban kell tartani, de igazából egyrészt ők egy viszonylag elhanyagolható csoport az amerikai belpolitikában, másrészt pedig őket is meg lehet győzni, vagy őket is hát be lehet vonni azokba a kezdeményezésekbe, amelyek végső soron abban az irányban mutatnak, hogy még jobban támogassák Ukrajnát. Ezt mutatják a felmérések is. Az amerikai lakosság gyakorlatilag pénzpalipa fegyver, most leegyszerűsítem, de tényleg erről van szó. Tehát humanitárius támogatás, pénzügyi támogatás, katonai támogatás egyértelműen ez kimutatható, valamennyire csökkent az elmúlt hónapokban, de érdemben továbbra is sziklaszilárd az Amerikai Egyesült Államokban, és ez érződik a politikai döntéshozóban, meg politikai elitben is. Ron DeSantisre is egyébként. Tehát Ron DeSantis korábban igaz, hogy egy amerikai, floridai kormányzónak ebben nincs illetékessége, de ő is egyébként egyszer azt mondta, hogy konkrétan az energiaügyi szankciókra kell bevezetni, még hónapokkal ezelőtt ezen az állásponton volt. Tehát egyértelműen érdemi változás ezekben a kulcskérdésekben nem várható egy elnökválasztástól. Most ott a társadalomban sincs ilyen nagy változás, hiszen ugye lehet, hogy a társadalomnak egyes kisebb csoportjai vagy kisebbségei egy-egy kérdésben másra gondolkodnak, mint a többség, de ez nem mutatja azt, és aztán egy korábbi felvetésnél is, hogy elégedetlenek az emberek valamilyen fajta politikával, sújtja őket az infláció, nagyon rossz gazdasági helyzetben vannak, de ettől a szavazói magatartásuk nem fog megváltozni érdemben. Van, ahogy megváltozik, tehát hogy vannak ilyen földcsúszamlásszerű változások, de nem fog megváltozni érdemben azoknál a szavazóknál, akik tudjuk, hogy ők a demokrata szavazók, ők a demokrata jelöltre fognak szavazni, akkor is, hogyha bármi más történik. Ebből a szemben nyilván nehéz talán európai szemszögből megérteni az amerikai politikának a működését, de ez egy ilyen fontos tulajdonság. És tényleg maximálisan értve minden, amit elmondtál,
a NATO-nak a kérdése szerintem a legizgalmasabb kérdés. Hát Trumpi politika volt, ami aztán Magyarországon is tulajdonképpen ugye ürügyül szolgált a haderőfejlesztésnek a bejelentésére. Hát a NATO belül akkor mindenkinek a GDP-re is kell növelnie ugye a hadi költéseit. Biden politikája nem változott meg ebből a kérdésből sem, és sőt ugye a NATO tagállamoknak a bővülésé mellett tette le a voksát. Tehát, hogy mind a mellett, hogy van egy ilyen, és európaiként ez talán még izgalmas, hogy mind a mellett, hogy mondjuk egy katonapolitikai, szövetségpolitikai szinten egy nagyon erős együttműködést hangsúlyozott Trump is, és egyébként Biden is, aközben mind a ketten mondjuk a gazdasági szintéren, a kereskedelmi szintéren azért egyfajta távolságtartásra adtak hangot, és fenntartották tulajdonképpen azokat, a Biden fenntartotta azokat az intézkedéseket, amiket Trump idejében bevezettek, és szó sincs arra, hogy itt kilábalás, vagy bármifajta euróatlanti gazdasági készfogás történne. Együttműködünk, együtt dolgozunk, mert nyilvánvalóan van egyfajta civilizációs érdek, és egyébként szövetségi érdek is, de egyébként hát a gazdaságot azt mindenki a saját maga módján szeretné csinálni. Ez Európának most nyilván rosszabb, mint Amerikának, de hát, hogy mondjam, a nemzetközi kereskedelem az így működik, tehát hogyha valaki egy politikai döntést meghoz, akkor annak a következményét másoknak el kell szenvednie. És szerintem is egyébként itt a lényeg az, amit mi érzékelünk talán jobban, és talán a hallgatók, nézők is jobban érzékelnek, hogy miről beszél egyébként a médiában, a politikus miről beszél, mi jut el a választóhoz. És nyilvánvalóan a Trump elnökségre visszagondolunk, akkor a Kínáról nagyon sokat beszélt, a kínai vírusról nagyon sokat beszélt, Észak-Koreába elment, és úgy egyébként beszélt ilyen fontosnak tűnő témákról, külpolitikai témákról is, amik mindegyike nagyon fontos volt, de a szavak mögé nem feltétlenül járultak tettek. Itt a súlypontnak az áttolása nem csak a belföldi és külföldi zérószegű játéknál történt, tehát hogy nem csak ezen a szintéren kell vizsgálni, hanem a külpolitikai szintéren is, hogy akkor hova helyezzük ott a hangsúlyokat, és valóban itt retorika történt, és Biden esetében is nagyon nagy részt retorika történik, Obama esetében is, Bush esetében is, tehát ez minden elnökre jellemző, retorika történik, valakire jobban figyeltünk, azért mert valami nagyon hát eltérő módon kommunikált, Trumpra talán itt lehet kifejezetten jól utalni, de egyébként az intézkedéseknél, amik egyébként ténylegesen hatással vannak, ott nem igazán történt nagy változás ebből a szempontból. És nyilván nem amerikaiként, azért ez egy utolsó félmondat még, így kétkedve figyelhetjük ezeket a nagy bejelentéseket, ezek nem nekünk szólnak, ez soha nekünk, nem nekünk szól. Nagyon kevés az olyan üzenet, ami tényleg világnak szóló üzenet, nagyon kevés az olyan beszéd, amikor valaki elmegy a berlini falhoz és mond a berliniekhez egy beszédet, vagy a Európának a népéhez, amerikai elnökként, vagy eljön Magyarországra és a Kossuth téren tart egy beszédet a rendszerváltozáskor, kevés az ilyen beszéd. Ez Amerikának szól, és mi ebből a szempontból elszenvedői vagyunk mindennek, ami Amerikában történik, pont azért, mert egy nagyon hegemón és nagyon csendőr szerepet tölt be, ahol van, amikor ad, van, amikor elvesz, de hát ez így működik, hogyha ezt valaki meg szeretné változtatni, az nem tudom, támogassa Kínát sokkal jobban, nem ajánlom ezt senkinek sem. És csak kiegészítő gondolat egyébként, hogy tehát mi európaiak ebből a szempontból, hogy főleg nyugat-európaiak, de általában az európaiakra elmondható, hogy ilyen értelemben kicsit magas lovon ülünk, mert hogy a bizonyos szempontból egyenlő partner vagyunk, persze lehetne a számolatokat felhozni, gazdaságméretek, világkereskedelemben való, vagy adott esetben mondjuk a különböző szabályzók alakításában való szerepkör, ami betölt mondjuk az Európai Unió, vagy kiemelt európai tagállamok, de az egyébként pártállástól függetlenül, tehát demokrata és republikánus hátterű elemzőktől, illetve diplomatáktól, karrierdiplomatáktól is visszajött egyébként, csak nem hangosan, de különböző elemzésekben egyébként kimutatható, hogy hát ők azt tapasztalták, amikor európaiakkal tárgyaltak, vagy egyeztettek, és nem csak diplomatákról van szó, hanem adott esetben tényleg szakértőkről, tehát nem politikai szereplőkről, nem tisztán politikai szereplőkről, hogy mi európaiak azért szeretünk a gesztusra meg a szimbólumokra adni. Nagyon konkrét példa, és nagyon múlt időt egy muszáj eszembe tetni, hogy amikor Barack Obama volt az elnök, akkor valóban szóba jött a berlini beszéd, és tényleg rendkívüli dolog volt, hogy Barack Obama ugye Berlinben tartott egy kampánybeszélt, nem elnökként, jelöltként. Soha nem volt ilyen. De miért ott mondja? Hát az amerikai szavazókat kell meggyőzni, nem a németeket, őt nem fognak szavazni az elnök választáson. Tehát azonnal odafigyeltek rá, mert valóban jöttek a párhuzamok, ő is a brandenburgi kapu előtt mondta, tehát voltak ezek a kellemes érzések, hogy ezt Obamániának nevezték ugye Nyugat-Európában. Aztán megválasztották elnöknek Barack Obamát, és ez volt ugye 2008 novemberében. 2010-ben esedékes volt az EU-USA csúcs, ha jól emlékszem, talán igen, Brüsszelben.
És az történt, hogy az amerikai elnök nem ment el. És miért nem ment el? Azért nem ment el, és ezt így finoman lekommunikálták, hogy aztán nem emlékszem, Hillary Clinton részt vett, vagy talán Joe Biden elnök vett részt, de hogy az elnök nem vett részt, azért, mert hogy most egy közös fénykép elejért, hogyha mást nem tudunk megbeszélni, akkor nem megyek el. Ugyanez jött egyébként Justin Trudeau-tól néhány évvel ezelőtt, ha nem tudunk valamiben megállapodni, hát a biznisz nem köttetik meg, akkor igazából miért nem fogok átutazni több ezer kilométer gyakorlatilag Európába. Ez érződik, az európai politika sokkal nagyobb hangsúlyt helyez ebből a szempontból a folyamatokra, a gesztusokra, szimbólumokra, és valóban vannak ilyen félreértések a tekintetben, hogy mennyire Európa központú mondjuk egy amerikai külpolitika. Mondjam, geopolitikai érdekeket figyelembe véve, igen az, de elsősorban valóban, hogy elhangzott, az amerikai választópolgároknak az igényeit veszik elő, és akkor lehetne sok minden beszélni, és ezzel lezárom, hogy azért legyünk őszinték, általában az igaz nyugati demokráciákra is, de hogy meg általában mindenhol, ahol valami ezt beleszólásuk van ugye a választóknak az országok irányításába. A külpolitika soha nem az első helyen szerepel. Mindenkit az érdekel, hogy a közvetlen környezetében milyen életviszonyok vannak. A külpolitikától ez elválaszthatatlan, tény, de alapvetően az amerikai közéletet ez kevésbé mozgatja, hogy az európaiak mit gondolnak rólunk. Hát érdeklődve várjuk majd a demokrata, illetve a republikánus pártpolitikai változásokat. Gáspár Kristófnak és Csizmadi Gábornak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, és ismertették velünk ezeket a külpolitikai történéseket. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.